Nem a megszokott rendben 8 óra előtt, hanem 9:30 körül érkeztek a diákok egyes székesfehérvári oktatási intézményekbe hétfő reggel. Az országos pedagógus sztrájkhoz kapcsolódtak az iskolák tanítói, tanárai, úgyhogy az első 2 óra elmaradt, csak gyermekfelügyelet volt a tanulók számára. A Teleki Blanka gimnáziumban a tantestület 75%-a 35 tanár sztrájkolt. Nem teljesültek azok az ígéretek, amelyek a pedagógus életpálya modell bevezetésekor megszülettek, vagyis hogy a bérünket mindig majd egy szorzószám alapján a akkori éppen érvényes minimálbérhez igazítják. Itt most már egy ilyen 6 éves elmaradásban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a bérünknek a 80%-a hiányzik. Tehát annyival kellene most több, hogyha azt az ígéretet annak idején teljesítik, és tragikus dolgokat hallunk arról, hogy mi a kollégák milyen napi filléres gondjaik vannak, főleg a pályakezdő fiataloknak, és amikor szájkolunk, akkor igazából nem csak magunkért, hanem pontosan ezért az ügyért, hogy az oktatásban megfelelően megbecsült kollégák legyenek. Mihály Gyula hozzátette, a kötelező oltás miatt is sztrájkoltak, mivel vannak olyan kollégák, akik valamilyen okból nem vállalják az oltást, így a rendelet szerint kiesnek az oktatásból. Mint mondja, ez azért probléma, mert így is tanárhiány van, terheket okoz azoknak, akik be vannak oltva és dolgoznak. A székesfehérvári önkormányzati fenntartású óvodákban hétfő reggel is normál munkarendben indult el a nevelési munka. Eredetileg a 20 óvodából 4-ben lett volna részleges sztrájk, látva azonban a jogi helyzet bizonytalanságát, végül egy óvodában sem tartották meg. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete tavaly decemberben hirdette meg a 2 órás figyelmeztető sztrájkot január 31-ére, jelezve azt is, hogy március 16-án ezt határozatlan idejű munkabeszüntetés követheti, ha addig sem teljesítik a feltételeiket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szombaton közleményben tudatta, mivel a január 28-án született bírósági döntés, hogy jogszerű a pedagógusok sztrájkja, nem jogerős, így törvénytelennek tartják a hétfői ideiglenes munkabeszüntetést. Török Szabolcs, a székesfehérvári tankerületi központ igazgatója kérdésünkre válaszolva ismertette, adataik szerint országosan az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok kevesebb mint 1/5 vett részt a január 31-i sztrájkban.